Sziasztok! Dombi András vagyok, és a mai alkalommal ezt a tetoválást fogjuk Photoshopban újra rajzolni. Hogyha szeretnétek velem együtt csinálni, ami történni fog, akkor keressetek a számítógépeteken egy hasonló képet, ahol ezt meg tudjátok tenni. Én azt javaslom, hogy valamilyen hasonló ábrával próbálkozzatok, ahol nincsenek igazából színek, hanem egy egyszerű fekete-fehér formáról van szó. A dolog lényege az lesz, hogy létrehozunk Photoshopban egy külön réteget azért, hogy csak a forma szerepeljen rajta mindenféle háttérelem nélkül. Az egészet úgy fogjuk kezdeni, hogy megnyitjuk a képet Photoshopban. Ugye Bridge-ből, hogyha indítjátok, akkor egy sima dupla kattintással már is Photoshopban fogja nekünk megnyitni. És ez csak egy ilyen megszokás a részemről, hogy én rögtön egy ilyen full screen módba szoktam lépni, ami az F billentyűvel ugye rögtön megtörténik itt Photoshopon belül, akkor egy kicsivel nagyobb munkaterületünk lesz, hogy dolgozzunk. És ugye rögtön, hogyha a rétegpanelt előkeresitek, akkor látni fogjuk, hogy egyetlen egy rétegünk van, ami nem más, mint maga a kép, amit ugye egy Photoshopban backgroundnak hív. És hát nem lenne célszerű, hogyha erre rajzolnánk mindenféleképpen, adjatok hozzá egy új réteget, hiszen a háttér nélküliségnek az lesz a lényege, hogy az új hozzáadott réteg transzparens, és csak az fog szerepelni rajta, amit ezután megfestünk. Amit még megtehetnénk, az az, hogy ha jobban szeretnénk látni, amit majd a layer 1-re készítünk, akkor a backgroundot azt el lehetne egy kicsit halványítani, ami ugye azért fog nekünk jól jönni, mert akkor ha feketével készítek valamit fölé, akkor látni fogom, hogy pontosan mi az, ami még hiányzik, és mi az, ami már meg van festve. Hogyha a background réteggel akarunk valamit csinálni, akkor nyilván őt kell kiválasztanunk, viszont az átlátszósága jelen esetben inaktív. Ez azért van, mert a background réteg az nem lehet átlátszó. Hogyha szeretnénk ezt módosítani, akkor menjetek rá dupla kattintással, és rögtön át lehet állítani az opacity értékét, amire szeretnénk. Így, viszont ugye arra figyelnünk kell, hogy nem ezen szeretnénk dolgozni, hanem a layer 1-en, úgyhogy rögtön vissza is kattinthatunk rá, és nekifoghatunk a rajzolásnak, csak előtte be kellene állítani a megfelelő ecset típust hozzá. Keressétek elő a Brushes panelt, nekem ez ki van rakva ide a bal oldalra, és válasszátok ki az ecsetet, hogy aktívvá váljon. És az én esetemben az ecset típus, amit használunk kellene, az egy olyan fajta, ami nem rendelkezik textúrával, mint ahogy most itt látható, úgyhogy ki kellene kapcsolgatni itt az oldalsó listában az összes elemet. Egyetlen dolgot szeretnék bekapcsolni, az a Shape Dynamics fül, ahol is azt lehet megadni, hogy szeretnék-e nyomásérzékenységet a vastagsággal kapcsolatban, vagy sem. Hogyha átlépek a fülre, akkor itt még tudom ezt szabályozni. Kicsit lejjebb veszem a minimum diamétert, hogy jobban elvékonyodjon a szélénél, illetve amit még érdemes ilyenkor állítani, az a spacing, hogy egy kicsit sűrűbben hozza létre a foltokat. Hasonló előnézetet kéne nektek is látni, a szín az feketére legyen állítva, és tulajdonképpen a hardness az, ami még el tudja ezt rontani. Hogyha lágy peremmel dolgoznánk, akkor nem lenne a egyes vonalak széle kontúros, úgyhogy 100%-ra kellene állítani. Visszacsukom, hogy több területen tudjak dolgozni, és kiválasztok egy területet, ahol kezdeni fogom. Rámagyítok egy kicsit. Majd visszaállok az ecset eszközre, és már is kezdhetem, csak látom, hogy a méretem túlságosan nagy. Be van állítva gyors billentyűre az ecsetméret növelés, csökkentés, ezt ugye még itt tudjátok megtenni a Size-nál fönn a Control panelen. Egész egyszerűen választok egy olyan kényelmes méretet, amivel meg tudjátok festeni az adott vonalrészt, és egy dolgot kéne még ellenőrizni, mielőtt nekiállunk, hogy az ecset beállítás azon túl, hogy megnéztük a Brushes panelbe az értékeket, itt fönn van még az Opacity, meg a Flow, most 100%-ra állítom mindegyiket, mert akkor a vonal, amit festek, az hasonlóképpen fog létrejönni, és nekem ez kell, szép fekete vonal, aminek a vastagság ugye változik attól függően, mennyire nyomom rá
táblára. No, a folyamat úgy történik, hogy kiválasztok egy területet, és szépen elkezdem megfesteni a vonalat. Ugye, ha pontos dolgozás kedvéért, hogyha ezt finomítani szeretném, akkor darabokból fogom összerakni, és ugye, ha elrontom, akkor vagy visszalépegetek, vagy fogom a radírt, és leradírozom ott, ahol nem tetszik. Fontos dolog az is, hogy a radírra ugyanúgy kéne beállítani az előbb említetteket, mint az ecsetnél. Már nagyjából jól van, csak itt is leveszem egy kicsit ezt a minimum diamétert, és akkor le tudom radírozni ott, ahol ugye tévesztettem. Ki tudom javítani. Gyors billentyűje az ecsetnek a B, a radírnak pedig az E, úgyhogy igazából nem csinálok más, csak a kettő között lépegetek, és szépen elkezdem megrajzolni az összes ilyen vonalat. Van egy ilyen vászonforgatási eszközünk, ennek a gyors billentyűje az R, az eszköztáron pedig itt alul találjátok, vagy el tudjátok fordítani, így akkor ugye elérhetjük, hogy egy adott ív az jobban kézre álljon. Sokkal nehezebb ugyanis, hogyha kicsavarodik a kezünk, nincs erre szükség, egyszerűen csak elfordítjátok a vásznat, és már is el tudjátok rajzolni ezeket a vonalakat is. Na most nyilvánvalóan a szép eredményhez rá kell szánnunk az időt és az energiát, hogy ezeket a vonalakat folyamatosan finomítsuk, meg dolgozhatnék kicsit precízebben, hogyha nagyobbba látnám az egészet, de gyakorlatilag ugye minden egyes vonalat ki tudok javítani, hogyha utólagosan rámegyek vagy a radírral. Látjátok, eléggé lecsökkentettem a méretét az ecsetnek is és a radírnak is, és szépen így kéne végighaladnom a formán. Most egyelőre így hagyom ezeket a vonalakat. Az ESC billentyűvel vissza lehet állítani egyenesbe a dokumentumot. Hogyha így szépen kifesteném az összes vonalat, akkor ugye a layer 1-re kerülne minden egyes ilyen vonaldarab. És a kettő közé, hogyha hozzáadunk egy új réteget, nem réteg mappát, hanem réteget, amit most ki fogok tölteni fehér színnel, akkor ugye láthatóvá válik az, amit elkészítettünk, és a kettő teljesen külön lesz, lesz külön a tetoválás, lesz alatta egy jelenleg fehér háttér, de bármelyiket a később meg lehet változtatni, akár a színét, akár a méretét vagy a pozícióját. Például arrébb tudnám ugye a Move Tool-lal ezt az egészet vinni, illetve tudnám méretezni és felhasználni esetleg egy másik képen, vagy rátenni egy fotóra. Ugye innentől kezdve, hogy nincsen háttere, már sokkal több lehetőségünk van, mint az eredeti beszkennelt vagy befotózott képpel kapcsolatban. A módszer az ennél tulajdonképpen ennyi, semmi bonyodalom. Egy új réteget kellett hozzáadni, és azon megfesteni a különböző ábrát. Úgyhogy javaslom mindenkinek, hogyha ilyesmit szeretne csinálni, akkor így tegye. Köszönöm szépen a figyelmet!